Ez az énekesi pályámnak mondhatni az eddigi legnagyobb díja, legnagyobb elismerés. Elkezdődött az intermezzo. A show-nak mennie kell tovább, és ez alól még a legmeghatóbb pillanatok sem kivételek. Balga Gabriella az imént még Izabella F-Tur kavatináját énekelte, majd néhány pillanattal később újból a színpadra szólították, hogy átvegye kamara énekesi címét. A ház egyik kamara énekesi címét Balga Gabriella. Ha belegondolok, akkor végül is ez az egész életem egyik legfontosabb díja, amit most készhez kaptam. Az az igazság, hogy még föl se fogom olyan, mintha álmodnék, hogy ez most az enyém. Az opera vezetősége 2012-ben német mintára hozta létre a kamaraénekesi címet, amelyel az aktív szólisták iránti megbecsülését kívánja kifejezni. A művészek arcán pedig valódi a megdöbbenés, ugyanis ők abban a pillanatban szembesülnek kinevezésükkel. Nem csak úgy csinál szó ez a fanfár, hanem Baja Zsoltnak! Én még mindig a hatása alatt vagyok ennek a sok érzésnek, teljesen lesokkolódtam. Nekem ez életem első díja, úgyhogy hát ez fantasztikus érzés. Ugyancsak a Magyar Állami Operaház kamaraénekesi címét vehette át Boncsér Gergely, aki 10 évvel ezelőtt ösztöndíjasként került az operához. Annyira berögződött a 10 év alatt, hogy mindig a menni előre, és úgymond teljesíteni a feladatot, meg jónak lenni, hogy most ez a díj engem azért jó, mert kényszerít arra, hogy most tényleg megálljak, és egy picit visszatekintsek, és egy picit örüljek. A kamaraénekesi cím mintájára hozták létre a balettművészek Etoile díját, amelyet Melnik Tátyánának ítélt a vezetőség. Nagyon örülök neki, hogy itt van velünk, és velünk látszol, és hogy a magyar közönségnek mutatja tehetségét. Nagyon köszönjük, és gratulálom neked, Tánya! Большая награда для меня и большое признание зрителей, руководства театра. Мне очень приятно, но и сейчас это большая ответственность для меня. Не быть хуже, чем я была, а быть только лучше и лучше. Kezdetben csak 4 herendi hattyút, azaz 3 kamaraénekesi címet és egy Etoile díjat osztott ki az operaház. Mára viszont a művésztárakat, vagyis a zenekar, a tánckar és az énekkar kiemelkedő művészeit is díjazzák. Nem tehetjük meg azt, hogy ezeket a nagy tárakat, ráadásul benne több száz ember dolgozik, ebben a 3 tárban nem tehetjük meg, hogy őket ilyen típusú nagy, felemelő élmény nélkül hagyjuk. A Magyar Nemzeti Balett Kamara Művészet címet Majoros Balázs címzetes magántáncos érdemelte ki. Ez egy fantasztikus dolog itt lenni, és részese lenni ennek az egész csodának, amit évről évre teljesít a színház. Köszönöm szépen! Második alkalommal adták át a Magyar Állami Operaház énekkarának kamaraművésze díjat. Az elismerésben Tóth G. Zoltán részesült, aki csaknem 30 éve meghatározó tagja az együttesnek. Amikor a Lúri, az ügyelő hív a színpadra, én kezem lábam töröm, hogy mielőtt ide érjek, most sajnos csak 50%-ban a lábam sikerült. Ötödik éve zenekari művész is részesül az 1 évadon át tartó elismerésben. A Magyar Állami Operaház zenekarának kamaraművésze címet ez alkalommal Kis Sándor klarinét művész vehette át. Szeretném köszönetet mondani elsősorban a kollégáknak, akik támogattak, és az ő közös munkájukkal jutottam ideig. Úgyhogy köszönöm szépen nekik. A társulat a 2018-as-2019-es évad keretében a vidéki nagyvárosoktól kezdve a külhoni magyar lakta településeken át az Egyesült Államokig csaknem 350 ezer nézőhöz juttatta el a dalszínházi hagyományokat, miközben számos premiért mutatott be a próbaüzemben megnyílt Eiffel műhelyházban is. A premiérek tartják életben ezt a műfajt. A figyelmet azok vonják magukra. Tehát olyan, mintha egy embernek nem lenne pulzusa, nincs premiéred. És ezeket nekünk mind sikerült megtartanunk.
Puccini Itáliája 16 bemutatóval, 56 féle repertoár darabbal és több mint 400 előadással búcsúzik. Az Opera Keresztény évada szeptembertől közkedvelt repertoár darabokkal és kihagyhatatlan premierekkel várja a műfaj rajongóit az Erkel Színházban és az Eiffel Műhelyházban is.